Köszöntöm a Salgó Tarjáni Városi Televízió nézőit, akik követnek bennünket, már bizonyára megtapasztalták, hogy ez időtájt kiemeltebben foglalkozunk a városunkban működő civil szervezetekkel. Több beszélgetést is készítettünk ebben a témában. Most a civileket segítő információs centrum munkatársával folytatjuk ezt a sorozatot. Üdvözlöm a stúdióban Vadasi Zsuzsannát, szervusz Zsuzsi! Szia! Nemrég egy beszélgetésben, hát nem mondom, hogy a hasamra ütöttem, de azt találtam mondani, hogy a városunkban több mint 100 civil szervezet működik. Azért mondtam, hogy nem biztos, hogy csak a hasamra ütöttem, mert amit találtam statisztikát, abból nem voltam meggyőződve arról, hogy ezek a legfrissebb adatok. Tudnál hozni egy kis összefoglalót erről? A Nógrád megyében több mint 1800 bejegyzett szervezet van jelen pillanatban a bírósági nyilvántartásban. Salgótarjánban működő egyesületek, alapítványok száma az kb. 450-re tehető. Az, hogy ebből mennyi aktív, mennyi működik, az ugye, én azt szoktam mondani, ez csak saját betlés, körülbelül a 40%, amit aktívnak mondanék. Tehát körülbelül ez a 100, amit te találtál, az azoknak a szervezeteknek a száma, akik az 1% fogadására aktivizálták magukat. Ez nem azt jelenti, hogy csak ők vannak a városban, az 1%-ra ők jogosultak. Ugye többféle nyilvántartás van, ha azt mondanám, hogy több mint 400 működik, az is igaz lenne, meg az is igaz, hogy több mint 100 aktív, napi szinten megjelenő szervezet van a városban. Na most, hogy érzékeltessem a nézőkkel, hogy nagyjából miről szeretnénk most veled beszélgetni, akkor most ilyen 400 civil szervezet, ennek mondjuk a fele aktív, és akkor még néhányan vannak csak, akik az 1%-os listán fenn voltak, egyébként ebből dolgoztam. Tehát ezt elárulom, ezt mertem valamennyire komolyan venni, mondom, ezek egészen biztosan működnek. Tehát ezek a civil szervezetek valahol székhelyen rendelkeznek, valahol talán irodájuk van, valahol általában összegyűlnek, különböző tevékenységi kört most azt hagyjuk. Tehát van egy bizonyos fajta olyan adatbázis, vagy olyan fajta adminisztrációs háttér, ami szükségeltetik ahhoz, hogy működjenek, hogy ezt valakinek tényleg össze kell fogni. Na most ugye valahol erről szól a cic. Most nézőktől elnézést kérek, mert ezt a cicet használjuk, így egyszerű, civil információs centrum. Tehát nagyjából erről szól, de most tőled várnám azt, hogy pontosíts, hogy mi a feladatotok. A civil információs centrumok működését a civil törvényben rögzítik, valamennyi megyeszékhelyen működik egy-egy ilyen centrum. Az általános célja az a civil szervezeteknek a segítése, a támogatása, számukra a civil információknak a nyújtása, illetve meghatározott tanácsadási rendszer szerint dolgozunk, jogi, pályázatírási, pénzügyi, informatikai témakörben segítjük a civil szervezetek működését. Ami nagyon fontos, hogy annak ellenére, hogy ez egy törvényben rögzített feladat, nem állami szervként működik, nem hivatalos, nem egy bürokratikus intézményre kell gondolni. Ez egy pályázati rendszer alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma választotta ki minden megyében azt a civil szervezetet, aki ennek az információs centrumnak a működésére jogosult lett. Ez Salgótarjánban a háztartások foglalkoztatásáért alapítvány. Ő a működtető szervezet az információs centrum mögött. Ez azért nagyon fontos tudni, mert hogy mi nem ellenőrizzük, nem tartjuk számon, nem rendelkezünk hivatalos statisztikai adatokkal a szervezetekkel kapcsolatban, tehát ha egy szervezet székhelyt változtat, vagy tisztségviselőt, azt nálunk nem köteles bejelenteni. Ha ezt megteszi, azt mi megköszönjük, és akkor napra kész a mi adatbázisunk is, de őt semmi nem kötelezi a mi szolgáltatásainak az igénybevételére. Nagyon fontos, hogy minden szolgáltatásunk díjmentes, és a megyei civil szervezetek számára nyitott ez a lehetőség. Van úgy egyébként, hogy az ország másik felülről is megtalálnak minket, mert éppen tőlünk tudnak tanácsot kapni. Sok civil szervezet annak ellenére, hogy székhelyen rendelkezik, ez mondjuk csak egy szívességi használatot jelent, igazából nem tudja hol megtartani az elnökségi üléseit, nem tud hol nyomtatni, nincs internet használati lehetőség, akkor nálunk, nálunk az irodában ezek hozzáférhetőek számukra mondjuk. Tehát az adminisztrációs infrastruktúrát tudjátok biztosítani. Igen. Azoknak, akik ilyen lehetőségekkel nem rendelkeznek, és ez nagyon, nagyon fontos, amit mondtál, hogy díjmentesen. Na most maradjunk még a civil információs centrumoknál. Ugye, ha jól tudom, 20 működik az országban. Igen.
Van valami különbség közöttük? Tehát az, hogy milyen területen találhatóak földrajzilag, az módosít valamit a tevékenységi körükön, a lehetőségükön, vagy bizonyos dolgokra jobban fókuszálniuk kell? Érted, mire kérdeztem rá? Nagyon érdekes a dolog, mert hogy maga a címpályázat, amit a szervezetek megnyernek, vagy vállalnak, ugyanazokat a indikátorokat tartalmaz, ugyanaz a mérőszám, tehát nekünk itt Nógrád megyében ugyanazokat a tanácsadási számokat kell hoznunk, mint mondjuk Borsod-Abaúj-Zemplénben, ahol mondjuk a Nógrádiánál több mint négyszeres a civil szervezetek száma. Tehát még én például 100 tanácsadást tartok ennek a megyei 1400 szervezetnek, ő mindezt majdnem 10 000 szervezetnek kell, hogy megtartsa, tehát számunkra kicsit könnyebbek ezeknek az indikátoroknak az elérése, de a szolgáltatás, az alapszolgáltatási paletta mindenkinél más. Az országban a civil szervezetek, akik működtetik, az is eltérő. Van, ahol egyesület, van, ahol alapítvány működteti, valahol gazdasági az alaptevékenység, van, ahol egyházi az alaptevékenység, van, ahol szociális az alaptevékenység, ez sincsen meghatározva, hogy maga az anyaszervezet milyen tevékenységet folytasson. Határ melletti megyéknél kiemelt a határmenti kapcsolatok, tehát itt a magyar és a külhoni magyar kapcsolatoknak a szerepe is kiemelkedő, de minden civil információs centrum, ugye vagy az anyaszervezetnek, vagy az ott működő dolgozóknak, munkatársaknak a felfogása, értékrendszere szerint próbálja a tevékenységét bővíteni, vagy színesíteni. Mivel ugye civil szervezet áll a háttérben, nálunk ugye az igényekre való rugalmas reagálás az mindennél előbbre való. Tehát nincs a hivatali bürokrácia, nem kell végigjárnunk azokat az utakat, amit mondjuk egy állami fenntartású intézménynek meg kell tennie. Mi, ha szeretnénk végezni egy kutatást, vagy ha egy új projektbe gondolkodunk, akkor nálunk sokkal rövidebb az az út, ami a megvalósításig vezet, mint egy bürokratikus helyen. Az országban nagyon sok jó példa van, hogy hogyan bővíthető egy tevékenység. Pécsen például egész komplexum van a civil szervezeteknek, tehát önálló irodaházzal, civil kávézóval nagyon színes körű tevékenységet folytatnak. Van olyan megye, ahol meghonosodott például a civil sajtóreggeliknek a témaköre. Van például olyan megye is, ahol a civil közfoglalkoztatás kapott nagy szerepet, ezek között például Nógrád megye is szerepel, mi is bekapcsolódtunk 4 évvel ezelőtt a közfoglalkoztatási rendszerbe, és saját közfoglalkoztatási programot indítottunk. Van, ahol a pályázati tanácsadás bír nagyobb szereppel, van, aki a honlapfejlesztésben ért el jelentősebb eredményeket, nagyon változatos ebből a szempontból a civil információs centrumok rendszere. De rátok lennék fokozottabban kíváncsi, csak átsuhantunk azon, hogy közfoglalkoztatási rendszer. Ez most miben rendkívüli? Miben más, miben úttörő vagy elöljáró? A CIC mögött álló szervezet, ugye ez a háztartások foglalkoztatásáért alapítványnak az alapcéljai között is szerepel a hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatása, az ő érdekvédelmük. A CIC-nek a tevékenysége az ugye a jelenlegi munkatársi gárdával ugye a földrajzi lefedettsége kicsit szűkebb körül. És ezzel a közfoglalkoztatási programmal sikerült azt elérnünk, hogy a megyében több ponton partnerszervezeteknél helyezkedtek el olyan munkatársaink, akik érettségizett plusz valami fajta szakképzettséggel rendelkeznek, és egy picit a CIC tevékenységét leviszik helyi szinten, emellett pedig segítik az ottani partnerszervezetnek a munkáját is. Tehát nem csak a saját tevékenységünkhöz kaptunk ezzel segítséget, hanem a körülbelül 20 szervezet számára tudunk nyújtani még pluszban munkatársat az ő tevékenységükhöz. Na, ez így most már kerekebb és világosabb lett, hogy miről szól a ti munkátok. Nekem egyszer egy fél mondat megütött a fülem, most gondoltam itt élesben, nem tudom, hogy készültél-e rá, de rákérdezek, hogy mintha valami kutatást említettél volna egy ilyen informális beszélgetésen, az mit akarhat? Tehát egy ilyen civil információs centrum, ez mit kutathat? Milyen témaköröket kutathat? Mit vállalhat ebben? Ez 2013-ban történt ez a kutatás, városi szinten volt. Egyrészt, ami
valószínűleg sok mindenkinek megütötte a fülét, úgy nekem is, aki már ugye lassan 2 évtizede dolgozik ezen a területen, hogy 450 bejegyzett civil szervezet van a városban, és arra gondoltuk, hogy keressük meg őket. Elővettük ugye magát a bírósági adatbázist, ami mindent tartalmaz. És ez szinte ilyen nyomozói munka jelleggel, 12 kollégával szétosztva apróbb kisebb csoportokra, idősebb civileket bevonva, hát tényleg azt mondom, hogy nyomozás volt. Sokszor ugye ő már meghalt, ő már elköltözött, tehát hogy magunknak kiválogattuk tényleg azokat az aktív szervezeteket ebből a több mint 400-ból, akik valóban működnek, és akiknek ugye volt együttműködési hajlandóságuk, velük felvetettünk egy 75 kérdéses kérdőívet. Ennek az első blokkja az egy adategyeztetés volt, névvel, címmel, képviselővel, telefonszámmal, ami ugye érdekesség, hogy a postát ma már nagyon kevesen használják a kommunikációra, viszont hivatalos e-mail vagy telefonos adatbázisa nincs a civileknek. Ez volt egyrészt a célunk, hogy nekünk egy napra kész elektronikus adatbázisunk legyen az elektronikus címekről is, az elektronikus hírlevelünkhöz is kapcsolódik egyébként, tehát ez is volt egy lényeges szempont, illetve utána tovább mentünk a szervezeteknek a működési körülményeikről, a létrehozásának jelenlegi tagságáról, céljáról, a pénzügyi bevételeikről, a programjaikról, a szolgáltatási igényükről, a kapcsolatrendszerükről, illetve a legvégén volt mód arra, hogy hosszabban szóban, vagyis hát írásban kifejtsék, mert ugye ezek karikázós kérdések voltak, hogy írásban is kifejtessék azokat a pontokat. Nagyon fontos volt az például, hogy arra nagy súlyt helyeztünk, amikor arra kérdeztünk, hogy a szervezeteknek mire lenne igénye. Ott kimondottan kértük azt, hogy ne azt írják, hogy pénzre. Inkább gondolják azt, hogy ha lenne pénzük, azt mire költenénk, tehát költenék. Tehát arra voltunk kíváncsiak, hogy mi az, ami a végcél lenne. Mert hogy azt könnyű mondani, hogy pénz. És ezzel egy kicsit átfordítottuk a szervezeteknek a gondolkodását, mert hogy a sok éves reflex az mindenkiből az diktálta, hogy adjanak pénzt, de így, hogy azt mondtuk, hogy jó, akkor most vegyük azt, hogy a pénz megvan, mondják azt, hogy ők mire költenék, akkor jöttek elő azok a szükségletek, amik igazából lehet, hogy a pénz hiány még meg se fogalmazódtak bennük, de így, hogy végig tudták gondolni, ilyenkor természetesen előjött a sörpad, a sátor, az irodaház, meg az autó, meg a repülő, ilyenkor minden, ami lehetett, de a realitások is azért itt hangot kaptak. És ez nagyon 170, több mint 170 szervezet válaszolt erre a kérdőívre. Ez egy nagyon becsületes munka lehetett. Belegondolok abba, hogy amikor én egy civil szervezetet keresek, hogy mennyit kutatok utánuk. Egyébként hogy állnak a nyilvános adatok közlésével? Megmondom őszintén, hogy nekem nagyon rossz tapasztalataim vannak. Tehát néhány civil szervezet kivételével találok valami honlapkezdeményt, ami már 3 éve olvasom azt, hogy szerkesztés vagy feltöltés alatt. És tudom, hogy nem történt ott semmi, és igen nehezen jutok hozzájuk, de akkor most előfordulhat, hogy majd én is hozzátok fordulok ezután, hogyha valakit meg akarok találni. Mert egyébként meg azért keresem őket, mert valahol a fülembe jutott az, hogy valami jó programot készítenek, de nem találom a képviselőt, nem találok telefonszámot, éppen csak a nevüket tudom, valahol egy plakátra fel van írva. Mi a tapasztalat egyébként, hogy hol van a civil szervezeteknek a nyilván felé a legtöbb problémájuk? Például én most mondom, hogy a honlapoknál, de hát, hogy más is van. Az elektronikus megjelenés az nagyon nagy hiányosság. Viszont én meg tudok ellenpéldát, amikor csillivilli honlapot találsz, tevékenység meg nincsen mögötte. Tehát nem feltétlenül, azért szoktam mondani, hogy ezzel azért még óvatosan bánjunk a civil szervezetek körébe, hogy aki a Facebookon, meg aki honlapon nincsen jelen, az nem biztos, hogy attól nem folytat tevékenységet. Tudom, hogy egy egyszerű honlapnak a működtetése már nem tart sem eddig, tehát tényleg egy laikus is akár, ha a tárhelynek a birtokában van, akkor tényleg össze tud csapni. Na, ezekkel találkozol, amik 3 éve működnek. Ezek a bizonyos nem kell hozzá szakértelem honlap. Onnantól kezdve van meglőve a szervezet, hogy ezt frissíteni kell, újítani kell,
tartalommal fel kell tölteni, képeket kell hozzá feltölteni, nincs erre már kapacitásuk emberek. A legtöbbször ugye nem főállásúak dolgoznak ezeknél a szervezeteknél. Ez az, azt mondom, hogy ez általában az utolsó, amire jut idő meg energia, hogy a nyilvánosság felé kommunikáljuk. Mi nagyon sokat dolgozunk azért, hogy a szervezetek megértsék azt, hogy nagyon fontos, hogy kifelé mi jut el. Tehát ami már nincs fönt a neten, az ugye nem létezik, de a szervezeteknek nagyon nagy százalékát nyugdíjasok vagy idősek vezetik, vagy ők az aktív tagsága. Ugye ők a korosztályukból fakadóan kicsit idegenkednek ettől az internettől, meg a Facebooktól, meg az egész az egyéb közösségi médiától. Ez is egyrészt szerepet játszik benne. Másrészt meg az, hogy az interneten jelen legyél, az egy napi szintű elfoglaltság. Igen, igen, ez kétségtelen. De most beszélünk körülbelül egy olyan, 12-től működik a CIC, 2012-től működik a CIC, de már előtte is itt voltak a civilek, és mondjuk különböző ilyen irodák próbálták összefogni a feladatokat velük kapcsolatban, valamiféle összesítést végezni, elérhetőséget, segítséget nyújtani, de azóta ugye mondtad, hogy 450 szervezet, vagy 400 fölötti szervezet az biztos, hogy működik, mondjuk Salgótarjánban például. Mennyi az, milyen a hajlandósága az embereknek újabb szervezeteket létrehozni, vagy csatlakozni régiekhez? Tehát ez a szám valahol megállt, befagyott, nagyjából tartjuk ezt? Picit stagnál az utóbbi években, tehát körülbelül annyian szűnnek meg, ahányan létrejönnek. Most azért napi szinten követem én magam is, ugye mivel nem vagyunk hivatali, és csak mint egy laikus tudom követni a bírósági nyilvántartást, havi szinten 4-5 szervezetet látok, amit bejegyeznek. Körülbelül ez ami az aktivitást jelz, viszont látjuk azt is a nyilvántartásunkban, hogy milyen sok szervezet, aki végelszámolás alatt van, megszüntetés alatt van. Ugye a létrehozás az egy gyors folyamat, a megszüntetés meg lassú. Tehát a rendszerbe bekerülni gyorsabb, mint kikerülni abból. Tehát nem mondom, hogy egyenes a fluktuáció a kettő között, de körülbelül azt mondom, hogy arányában áll, legalábbis ha hivatalosan nem is szűnik meg, magának a tevékenységnek a megszűnése az ilyenkor szerepet tud játszani abban, hogy a számnak a csökkenését tudom mondani, de sok az új szervezet, ma is azért jöttem egy picit később, mert hogy most is alapítanak egy szervezetet, és ugye ilyenkor a legegyszerűbb tanácsadási forma az, hogyha hozzánk eljönnek, mert ugye ott tudunk adni alapszabályt, jelenlétívet, jegyzőkönyvet, minden olyat, ami kell egy szervezetnek a létrehozásához. Tehát ez egy elég gyors folyamat, ez azért 2 hónap alatt általában megtörténik, hogy egy ilyen bejegyzés megszületik. Az is, amit mondtál, az is nálunk egy ilyen központi téma most már egy pár éve, hogy a szervezetek elöregednek. És egy jó 2 évvel ezelőtt csináltunk egy fórumot ennek kapcsán, a harmadik szektorért egyesülettel, az volt az elnevezés, a civil staféta. Pont erről szólt a dolog, azért kapta ezt a fantázia nevet, mert ugye öregednek a civil szervezetek, és a fiatalok nem igazán jellemző, hogy közösségi aktivitás. Elébe mentél a kérdésemnek. Akartam mondani, hogy most korosztályokra, nemekre is nézzük meg. De nem akartalak megakasztani, bocsánat. Tehát, hogy a fiatalok nem igazán vesznek részt ebbe a közösségi életbe, amit ugye a szervezetek, amik már pár éve működnek, kicsit nehezményeznek, hogy nehéz fiatalítani. És ennek a rendezvénynek, ennek a kerekasztalnak, a beszélgetésnek a során én eljutottam odáig, én úgy foglaltam össze, hogy az a meglátásom, hogy nem biztos, hogy a meglévőket kell folytatni. Tehát nem biztos, hogy az feltétlen, hogy minden civil szervezetet akarni kell tovább vinni. Ha nincs utánpótlás, azt látom, hogy a fiatal megcsinálja a sajátját. Tehát, megcsinálja? Megcsinálja. Tehát megcsinálja. Ebben nincs hiányosság. Nincs hiányosság. Ha úgy van, akkor csatlakozik is, tehát olyan is van, hogy bekapcsolódik, de természetesen az idősebb korosztály ugye aktívabb ebben a dologban, de azt mondtam, hogy nem biztos, hogy erőltetni kell feltétlenül, hogy hát pont ez a civilségnek a lényege. Ha van rá igény, van, ha nincsen, akkor nem kell. Most beszélgetésünkből szerintem már nagyon sok minden kiderült, azért az még fontos lenne tudni, hogy illetve sokan tudják, csak most szeretném, hogyha így kijelentenék, hogy hol működtök, mikor lehet benneteket elérni, vagy mikor lehet, hogy milyenféle tanácsadásokban lehet
vagy milyen tanácsadásokkal tudtok szolgálni. Ezt persze a beszélgetést most végigmondtuk, csak szeretném, hogyha itt tömörítve a beszélgetés végén ezt összefoglalnád. A Nógrád megyei Civil Információs Centrum Salgótarján főterén található, a József Attila Művelődési Központnak az egyik külső irodahelyiségében, könnyen megtalálható mindenféle szempontból, a megyei szervezetek is busszal, vonattal a létező legkönnyebben megközelítő helyet találtuk. Minden nap 9-től 3-4-ig nyitva van az irodánk, telefonon, személyesen is elérhető. Nem szűkíteném le a problémakört, hogy mi az, amivel meg lehet minket keresni. Bármi olyan kérdés, kérés, ami egy civil szervezet működéséhez kapcsolódik, azt szeretettel várjuk, és megpróbálunk rá választ találni. Olyan nincs, hogy valaki úgy megy el, hogy valami fajta segítséget nem kap tőlünk, de a konkrét tanácsadásaink, ha valaki így szeretné, akkor jogi, pályázatírási, pénzügyi és informatikai tanácsadással várjuk a szervezeteket. Nincs konkrét dátum, ebben is rugalmasak vagyunk. Egyéni megkeresés alapján vannak időpont egyeztetések a tanácsadóikkal. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad nekünk. Bízom benne, hogy nagyon hasznos információkkal szolgáltunk a nézőknek. Még azt hozzátenném, hogy aki bemegy az irodába, az nagy valószínűséggel veled találkozhat. Tehát még attól sem kell feszengeni, hogy most kivel találkozom, hogy bánik majd velem. Most veled is megismerkedhettek azok a nézők, akik civilben még nem aktívak, de szeretnének majd történetesen valamiben aktivizálódni. Még egyszer köszönöm, hogy mindezt elmondtad nekünk. Köszönöm én is. Nézőknek pedig köszönöm szépen a figyelmet.